Itt a Bácskos útfalvi helyi közösség épületében is leadhatják a Bácskos útfalvi kettős állampolgárok levélszavazataikat. Eddig 128-an éltek ezzel a lehetőséggel. Borítékba került Szabolcs Kipál szavazólapja is. Ő a 128. polgár Bácskos útfalván, aki a postai feladás helyett ezt a megoldást választotta, hogy voksa időben megérkezzen a Nemzeti Választási Irodához. Fontosnak tartom, hogy milyen párt képvisel bennünket. Ezért élt szavazati jogával Szabolcs Kipál, akinek fia és annak családja is Budapesten él. Remélem, hogy jobban fogunk mi is és ők is egyaránt élni is, és jobban közeledünk egymáshoz. Az azonosító nyilatkozat kitöltésében segítenek az irodában, emellett ügyelnek arra is, hogy minden papír a megfelelő borítékba kerüljön. Aki úgy érzi, hogy esetleg ő elhibázná, vagy nem járatos ebben az adminisztrációs részben, akkor mi ebben segítségükre vagyunk, ugyanúgy titkosan tud szavazni, tehát mi nem foglalkozunk a szavazólappal, esetleg a borítékba tesszük, aki még ezt úgy külön kéri. A lezárt borítékok ebbe a dobozba kerülnek, amelyet majd a helyi közösség munkatársai juttatnak el a szabadkai magyar főkonzulátusra.